Kedves szépkorúak! Kedves szépkorúak, még egyszer próbálkozunk, de lakodalomban szokták mondani, hogy halljunk szót. És hát itt ugye hangosításra nem készültünk, mert nagyon nem tudtunk, mert egy kis falunéző sétát terveznénk a program első részében. De előtte nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket Súr településen. Köszönöm, hogy elfogadták a meghívást és részt vesznek ezen a nyugdíjas találkozón. Ebből az apropóból, hogy eljöttek, szeretnénk egy kicsit bemutatni a településünket, bár ugye itt csetényiek, csernyeiek, és több olyan is van, aki már itt korábban is járt a településen egy előző nyugdíjas találkozó alkalmával, illetve hát az életkor az nem hazudik, és Önök azért már sok mindent tapasztaltak, láttak ebbe az országban. De mi is igyekszünk azért minden évben fejlődni, és hát ha tudunk valami olyan újat mutatni, és olyan különlegességet mondani, ami talán Önöknek is új ezen a településen. Ugye, arra, mire legnagyobb büszkeségünk van, az, hogy Magyarország legszebb fekvésű településeként, annak polgármestereként tudom Önöket köszönteni és üdvözölni. Ugye ezt a szép címet, ezt 2016-ban nyertük el a Komárom-Esztergom megyei közgyűlés elnöke, és Magyarország minden megyei önkormányzatának elnöke tehetett javaslatot megyénként három településre, hogy megtaláljuk így Magyarország legszebb fekvésű települését. Itt Komárom-Esztergom megyéből javasolták Súrt, és egy álló héten keresztül lehetett szavazni ezen az internetes versenyen, hogy melyik megyének legyen a legszebb, ki legyen a legszebb települése. Hát így nyerte el Súr megye legszebb címét, és ezt követően még egy hétig lehetett szavazni arra, hogy csak a megyei győztesek között melyik település nyerje el így Magyarország legszebb fekvésű települése címét. És hát ezt a versenyt sikerült, a 1300 fős település vagyunk, de több mint 25 000 szavazattal sikerült ezt a címet elnyerni, úgyhogy így büszkén tudjuk magunkról ezt mondani. És hát jönnek is szép számmal a turisták megnézni a települést, hiszen ennek híre ment az országban, nagyvilágban, és ennek apropójából szeretnénk mi is még szebbek lenni és kedveskedni az ide érkezőknek. Most éppen a falu egyik legmélyebb pontján vagyunk. Az én nagyszüleim ezt úgy hívták, hogy homok, mert akkor még nem voltak ilyen szépen aszfaltozott utak. A csapadék alkalmával az itteni löszös talajt ide lemosta mindig az eső, és ezt nevezték így homoknak. Azóta meg lett egy homokplázánk, mert minden napi elárusítások szoktak lenni, és azt meg homokplázának hívják így a helyiek. Volt itt egy nagy gesztenye fasor, hiszen egy kastély is volt a településen, és annak egy részét még itt a domb oldalán lehet látni, a kastélykerthez tartozó gesztenye fasort, ez helyi védettség alatt áll. A kastélyunkat sajnos lebontották, mint sok kastélyt itt a környékben. Kis remény volt arra, hogy esetleg szociális otthonná alakítják át, de az akkori tanács úgy döntött, és az akkori pártvezetés, hogy nem lesz ez alkalmas, és sokba kerülne a felújítás, úgyhogy így az enyészetté lett. Hát megmaradt ez a gesztenye fasor belőle, és annak az első fája az ennek a helyén volt. És ahogy mondtam, hogy a nagyszüleim idejében itt randi helyként ez a gesztenye fa volt megjelölve. Itt találkoztak az én nagyszüleim is, hogy ez volt a randizó hely, úgyhogy nagyon sok szép emlék fűződött ez a gesztenyefához, és hogy nagy becsbe tartsuk ezt a helyet. Sajnos az már veszélyessé vált, és ki kellett vágni, így ennek helyére Sólyom László köztársasági elnök urat kértük meg, hogy ültessen egy díszgalagonya fát. Ez megtörtént, és hát mint láthatják, ez a fa ősszel nagyon szépen virul és pompázik, most pedig a tavasszal ugye hozza szokásos virágait, és azt most elhullatta már. Sem a csetényeknek, sem a csernyeknek azt nem kell bemutatni, hogy a településünknek a nagy hagyománya ugye a bányászathoz kötődik. Ennek emléket állítva, amin ülnek is itt, ez egy csillevontató láncokból, illetve a fejtőláncból összehegeztett padok készültek. Kaparólánc, köszönöm szépen. Hát itt aztán figyelni kell, mit mond az ember, mert hamar lebukik, akik voltak a bánya mélyében. És hát, hogy tovább biztítsuk ezeket, van fafaragó művész és a településünknek, Semesbogya Eszter, aki megyei Prima Primissima díjat is kapott. Ő pedig különféle idézetekkel díszítette, dekorálta ezeket a padokat, és egy egységes köztéri arculatot sikerült így kialakítanunk.
Minden mellett, amíg majd itt sétálgatunk a téren, látnak olyan kisebb növényeket, amelyek mellett táblácskák vannak, és bemutatják, hogy mik is azok a növények, mint hogyha kis arborétumba sétálna az ember. Ez is a tervünk, hogy legyünk idővel egy arborétum falu, hiszen tapasztaljuk ezt a klímaváltozást, amelyet hát önök is gyerekkorukban, hogyan nem mondják az idősek, hát ilyen nagy szárazságok nem voltak, ilyen nagy esők nem voltak, és hát erre gondoljuk mi is, hogy nagyon vigyáznunk és féltenünk kell a környezetet, viszont vannak olyan növények, amelyek nem voltak még itt honosak, de a mediterrán klímát már nagy szárazság tűrően ezek bírják, úgyhogy több ilyen növény is kiültetésre került, ezek mellé egy-egy leírással tettünk ki táblákat, és azokat is meg tudják nézni és csodálni. És hát egy kis sétával, ha tovább megyünk majd a kultúrház felé, akkor ott az életfánál szeretnék egy kis megállást tenni, és az életfáról mondani még majd egy pár szót. Jó, úgyhogy köszönöm, hogy itt. És hogyha bárminek kérdése van, akár közben vagy utána igyekszünk rá válaszolni, és bemutatni még a települést, ami esetleg érdekli önöket. Köszönöm szépen. Köszönöm. Békességszigeten hitmélyítő tábor épület. A településünkön 3 egyház található. A felekezet szerint a legnagyobb lélekszámmal a Magyar Katolikus Egyház gyülekezete van. Őket az Evangélikus Egyházközség követi lélekszámában. Ez itt az Evangélikus Egyházközségnek a temploma. Vele szemben az Evangélikus Egyházközség gyülekezeti háza és a lelkészlakás található, és a harmadik gyülekezet a településen, a Magyar Apostoli Egyház. Ők országos hitmélyítő tábor épületet építettek, egy képen tudom most itt a túratérképen megmutatni önöknek. Ez Szőlőhegy felé, amely a sípája is található volt, van ez az épület, több mint 100 férőhelyel, és hát nagyon sok turista fordul itt meg. Most Balatonalmáriból van ott itt éppen a napokban egy református egyházközség, és ők tartanak itt alkalmakat, de számos rendezvényt, nyugdíjas klubos találkozót szoktak itt tartani, akár lehet itt éjszakázni nagyobb létszámmal, és hát számos túrát, kirándulást tenni. Tehát a szép fekvésű település bemutatása, ahogy mondtam, most itt a falu központban vagyunk, innen a fekvés kevésbé látszik, de azt, hogy be tudjuk mutatni, készítettünk egy romporon a sétányt is, az innen egy másfél kilométerre van, arra fel lehet menni bátran, lépcsővel, időseknek is és teljesen biztonsággal lehet nézni a bakonyi lankákat, panorámát. Szuadari kút, nem, ez a Szent kút felé lévő Gémes kút. A Szuadari kút az kicsit lejjebb van ugye Csernye felé. Ezt is helyreállítottuk, és hát csernyei kötődéssel a Zsargó Istvánnak 500 birkája legeli annak a környékét, és tartja rendbe a súri legelőket és a domboldalt. Ez is nagyon fontos, hogy használva vannak azok a földek, és nem az enyészeté, nem a gaza parlagfű növi fel, hanem szépen rendbe tartják, és ezért is szép a tájkép. Tehát az elmúlt években egy helytörténeti munkát is végeztünk, és nagyon sok képet, képeslapot, fotót kapunk településünk időseitől. És hát így jutott az eszünkbe, hogy ezt szeretnénk közkincsé tenni, és a fiataloknak is bemutatni azt, a nálam fiatalabbaknak is, hogy milyen volt ez a település. Így egy térképen jelöltük azokat az épületeket, amelyek még ma is áll némelyik, vagy pedig olyan, amitről tudjuk fotóval bizonyítani, hogy régen ez az épület állt ennek a helyén. Úgyhogy így a művelődési házunkról, a községházáról, itt a Rákóczi utcában egy vendéglőről, az evangélikus templomról és a gyülekezeti házról, és sorolhatnám, készültünk el egy ilyen kis térképpel, és hát a mottunk tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövőn. Ennek szellemébe fejlesztjük a települést, és vigyázunk értékeinkre, és ezeket szeretnénk bemutatni a helyieknek is, és az ideérkezőknek. Most ezek a kis képek, hogyha végig sétálnak majd a településen, vagy ha máskor eljönnek, akkor ezeket egy nagyított fényképen tudják megtekinteni, és igazániból lehet egy-egy pillantást vetni a képre és a jelenlegi állapotra, hát egyfajta időutazás 100 években mérve, amelyet így meg tudnak tenni. És hát itt már vannak is olyan kis növények, fák, amelyek mellett vannak egy-egy táblák, amelyeket meg tudnak nézni.
evangélikus templomunkról annyit kell tudni, hogy 1784-ben épült, tehát többszöri felújítása volt, és itt a bányászoknak is köszönettel tartozunk, hiszen a bánya segítette a templom süllyedésének, alapzatának a stabilizálását és a vizesedését megoldani. Az elmúlt években pedig pályázati pénzeket sikerült szereznünk. Én magam is református létemre, csetényi református templomba kereszteltek, a csetényieknek mondom, de meg konfirmálkodni evangélikus templomba konfirmálkodtam. Hát a szerelem meg a katolikus templomba vitt be, mert a házasságkötésem meg ott történt, tehát ilyen ökumenikus szemléletbe élem az életemet, és így igyekszek munkálkodni a településen is. Evangélikus egyházközség presbiterek, én magam is sokat dolgozok pályázatokon, hogy szépítsük a templomot, hogy megtörtént ennek már a külső és belső felújítása is. Az idei évben pedig még a toronyablakokat sikerült lecserélnünk, úgyhogy egészen frissen festett toronyablakok vannak. És Szarka István esperes úrnak volt a javaslata még egy előző felújítás alkalmával, most éppen takarja a tetőrész, hogy egy harangjátékot helyezzünk el a templomra. Nekem ez az ötlet nagyon megtetszett, és ezt megvalósítottuk. Úgyhogy van harangjátékunk, hogy ha már van Münchenben, meg Prágában, akkor Súr nem maradhat le róla, gondoltuk. Úgyhogy napjában több dallam szólal meg, egyházi és világi énekekkel. Ezek alkalomhoz illőek is, ugye húsvétkor a feltámadás reményével kapcsolatos énekek, dallamok vannak, karácsonykor karácsonyi dallamok, és hát ezek is adnak az embereknek, az itt élőknek egyfajta melegséget, bízom benne, hogy a településhez való kötődést ezáltal is erősítsem. Az utolsó dallam az este 9 órakor van, a Adjon Isten jó éjszakát dallamára, úgyhogy nagyon megható tud lenni, mikor a falu elcsendesedik, és ez a dallam betölti a települést. Volt már javaslat arra is, hogy van hajnali 2-kor is állítsunk be egyet, mert lehet, hogy az a gyerek szaporulatnak is segítene. Még erről nem volt népszavazás, még nem volt róla, de lehet, hogy majd megvizsgáljuk. Bár azt... Igen, igen. De hál' Istennek jó a gyerek létszám is, úgyhogy jegyző úr is közben megérkezett, és köszöntöm Varga Sándor jegyző urat, bemutatom önöknek. Úgyhogy így az óvoda létszám, óvoda csoportbontásán is most dolgoznunk kell, mert hát 55 fős az óvodán két csoporttal, de annyi gyerek van, hogy nem győzünk vele. Ha nyugalmazott tovonő van esetleg önök között, azért szívesen várjuk a jelentkezést még, abban is tudunk tovább tárgyalni. Nem, már nem. Meg tudjuk érteni. Az életfához szeretnék akkor lépni. Itt a zsinórokkal. Közelebb jöhetnek ám a gyepre is bátran, mert annyira kiabálok a mikrofon, ez nem hangosít, ez csak a kamerának működik. A helyi televízión vagy Gerzson Bologat 94-ben kezdted meg a munkádat, 1994-ben, 91-ben. Tehát 1991-ben, mikor a kábel TV hálózat kiépült, akkor Kéri Gerzson, aki a kamera mögött álló önkormányzati képviselő volt, és hát ő vette akkor még csodaszámba menő kamerát a kezébe, és kezdett a településről nagyon sok felvételt készíteni, és mindent megörökíteni. Hát most hirtelen is tudom számolni, hogy 91 óta már hány év telt el, tehát azóta ő minden megmozdulást örökít és rögzít. Sajnos a kábeltelevízió, mint ahogy sok településen már ugye itt a digitális, meg a műhold tévék kapcsán ezek már nem működnek, úgyhogy így a helyi tévé sugárzása az, mint úgy adott módon a tévében nem működik, de most már lettek okos tévék, ugye a YouTube, meg az ilyenekkel, az interneten keresztül ezek megtekinthetők, és a mai alkalom is, ha majd hazamennek és akár szeretnék ezt megnézni, akkor a Súr TV-t a YouTube csatornán megtalálják, és ott visszanézhető lesz ez a mai alkalom is, a szereplések, az itteni dolgok. És hát köszönöm Gerzsónak ezúton is a sok munkáját, amivel ezt minden, a sok év alatt minden visszanézhető és megörökítésre került. Az is többek között, hogy 10 évvel ezelőtt Súri búcsú alkalmával állítottuk ezt az életfát. Hát ez is itt ilyen súriasan közlekedve, nem volt kiépítve az út, akinek a
Rákóczi utcában volt dolga, vagy a temetőhöz érkezett, tehát nem akartak ilyen kerülővel menni, mint az út. Hát itt egyszerűbb volt itt keresztbe közlekedni, kitapostak mindent. Én meg ilyen szépészeti beavatkozásokat szeretve gondoltuk, hogy akkor parkosítsunk, alakítsunk itt ki szépé ezt a dolgot. Ne üssék el a gyerekeket, ha mennek az iskolába. Ha iskolába mennek, akkor fessünk fel nekik mókás dolgokat, hogy bemelegítenek ott a matematika órára, hogy 2x4 = 8, akkor tudják, hogy melyik halacskára kell lépni nekik. És mivel nem volt köztéri alkotása még a településünknek, így gondolkodtunk azon, hogy egy életfával szeretnénk a településnek emléket állítani, és hát erre a település búcsú, ami augusztus 20-án van, ennek alkalmával Semesbogyó Eszter faragta meg ezt az életfát, ami egy kocsányos tölgy, és a Jóisten választotta ezt nekünk, mert az erdő szélében egy villámcsapás következtében dőlt ki ez a fa, tehát megfelelően kiszáradt ahhoz, hogy lehessen rajt munkálkodni. És hát az egész falut hívtuk erre a fafaragásra, Eszter vezette a vésőket, a kezeket, és mindenki, nagyon sokan, túlzás, hogy mindenki, de nagyon sokan faragtak bele valamit, amit Eszter, aki elrontotta, meg kijavította. És hát ugye az életfa, az tulajdonképpen az a származása, amikor a sztyeppéken az ősi magyarok vándoroltak, és a jurtát felállították, annak a tartó oszlopát, volt egy rögzítő fa, és abba vésték bele, úgymond rovás írással azokat az életeseményeket, amikor megszületett egy gyerek, a családból eltávozott a legidősebb, elejtették a csodaszarvast, mindezekben voltak a jurta tartó fájába, és ezt nevezték életfának. Hát ez a fa is ilyen tulajdonképpen Súr települést örökíti meg, az itteni történéseket, és ezek a szimbólumok mutatják alul a fodrozódás és a halak, hogy településünkön van két horgásztó, az egyik már csak halastó és haltenyésztés folyik rajta, de korábban az is stéges horgásztó volt, horgászat szerelmesei biztos lógattak itt Súron is, a mostani pedig a Horgász Egyesület tulajdonában van, és nagyon szépen parkosítják, fejlesztik, építik ki az infrastruktúrát. A tulipán, mint ősi magyar szimbólum, és benne a kör, az a körkörös megújulást, az életet jelöli, és a településnek is ez egy szimbóluma maga, az élni akarás. A település címere került megörökítésre, ezen szintén látszik a dombság, látszanak a halak, látszik a szarvasfej, mint vadban gazdag település, és ugye a vadászatnak is hagyománya van településünkön. Több évtizeden keresztül a Táncsics Vadásztársaság helyi székhellyel működött, és a felekezeteink, a katolikus, evangélikus és a protestáns felekezetű vallás került megörökítésre. Ha tovább megyünk, maga az életfa is, ugye a vallás szimbolizálva szétnyílik a katolikus és a protestáns vallás felé, tehát ezért a bal ágán láthatjuk a keresztet, mint a katolikus egyháznak a szimbólumát, a jobb oldali ágán pedig a Luther rózsa látható, mint az evangélikus egyháznak a szimbóluma, aki a túloldalán van, pedig lát a túloldalon egy galambot és egy bibliát, az pedig az apostoli egyház szimbólumaként került megörökítésre. Aztán az ősi mesterségek, mint a búza, a kalászata, a mezőgazdaság szimbóluma, a szőlészet, az urasági szőlősorunkba került megörökítésre, és a túloldalon még méhecskék is vannak, mert még hál' Istennek a mai időben is van hagyománya a méhészetnek, több család foglalkozik méhészettel, és ez is a mezőgazdaság számára mint beporzás, illetve hát a egészséges táplálékként is fogyasztjuk nagyon sokan itt a mézet. Hát ez a mi életfánk, és nagyon büszkék vagyunk erre, és amikor állítottuk, itt olvasható a táblán is egy életfa fogadalom, ezt mi súrjak itt együtt nagyon sokan elmondtuk, és ennek szellemébe élünk ezen a kis településen. A továbbiakban pedig én azt gondolom, hogy akkor visszasétálhatunk, és Enikőnek adom most akkor át a szót. Oh,
találkoztatok így régi ismerősökük, és ez olyan jó érzés, hogy ebben részese lehettünk mi is. A Sori Gyugyás Klub és a magam nevében szeretettel köszöntelek benneteket. Én Pablicskiné Miklós Enikő vagyok, a Sori Gyugyás Klubba tevékenykedem. És ez a... Köszönöm szépen! Köszönöm. Ez a negyedik alkalom, hogy megszervezzük ezt a nyugdíjas klubot, a nyugdíjas klubok regionális találkozóját, ezt hogy gyakorolnom kell, mert ez elég ritkán jön elő. Szeretném köszönteni Sogorka Miklós polgármester urat, nagy tapasztalatot. Köszönjük a tartalmas, érdekes beszédet, sokan mondták, hogy nem is tudták, hogy ez ilyen kieső kis falu, hogy ennyi minden van, igen, sok minden van. Szeretettel köszöntöm Varga Sándor jegyző urat. Elfelejtem mondani, hogy Csogorka Miklós polgármester és családját is köszöntjük. Köszönöm szépen. Keresem a helyemet. Külön köszöntöm a életet az éveknek, kulturális, nem, életet az éveknek, országos érdekségét, a Szecsődi Józsefné, Babus. És egyben jöttem a Kulturális Bizottság országos vezetője is. A mai ígért támogatáért felelős harangozó József Kumbagy Györgynek. Köszönjük, ilyen gyorsan eljött és jó kedvű tartalára hallott húzza nekünk ma. Kérjük Erzsó videósokat is, hogy eljött és megörökíti ezt a szép napot nekünk. Köszöntöm a Csetényi Nyugdíjas Klubot, Nagy Lászlóné Ibolyát. Köszönjük, hogy eljöttetek. Kérték máskor is. A Móri Ezernyő Nyugdíjas Klub Gresko Angéla vezetőjét. Az Oroszlán Nyugdíjas Klubot, Cserna Mandrásné, Marika vezetőjét. Köszönjük szépen. Bakon Csernyéről Dénesné Kati a vezetőjét. Köszönjük őket is. Csóka Körül Fűrész Andrásné Ibolya vezetőjéről Kati. Hálával és köszönettel tartozunk, hogy ebben a rohanó világban semmitében megszervezett készségesen programunkon eljöttetek, és készségesen megtiszteltetek jelenlétetekkel. Hát nagyon sok előkészülettel járt ez a mai nap, és megköszönjük szépen, hogy a Tombola mi egy vásárlásával támogatjátok a rendezvényünket. A mai nap programja alakból mindig alakból, de hát ez ilyen kis családias hangulat. Bakon Csernye bányász dalokkal fog nekünk énekelni. Varga Gizella pedig humoros összenetet ad elő nekünk. És operett énekekkel szórakoztat Dékány Tibor, gyere elő Tibor Tisztnes. És közben meg zene, tánc, érezzétek jól magatokat, nem ilyen kötött program, hanem mindenki, ahogyan érzi, álljon fel, táncoljon, egyetek, igyatok és érezzétek jól magatokat. Köszönöm szépen! Csernye faluja körül van kerítve, anya szegényből van a kerítése, anya szegény nappal a szemet, nappal pedig a babáját csókolja. Aki bányász akar lenni, nem kell annak megijedni sohasem. Én is az akarok lenni, nem is fogok megijedni sohasem. Bányász élet, szép élet, akármilyen veszélyes. Föld alatt van a hazája, bányász kislánya, babája vasárnap. Meginnám a vörös bort a kupából. Kár volna még kimúlni a világból. Kár volna még meghalni,
fiatalabb babám itt hagyni. A csernyei dimmes dombot gyöngy virágos temetőbe pihenni. Kár volna még meghalni, fiatalabb babám itt hagyni. A csernyei dimmes dombot gyöngy virágos temetőbe pihenni. Ez a regény, ez a delikbányász, minden este a kapuba sétál. Ki van fényesítve, csillog a csákánya, bányász kislány büszkén néz utána. Bányász legény jól megragda csillit, azt hoz nékem igaz jó szerencsét. A kőszín fekete, feketébb a tárna, feketébb a rózsám szeme párja. A kőszín fekete, feketébb a tárna, feketébb a rózsám szeme párja. Bevágom a csákányom a fekete színbe, zúzzaválja a szenet mind a két szemembe. Vájad te is, pajtásom, rakjunk 30 csillit a csernyei határba, megnézzük a pincét. Vájad te is, pajtásom, rakjunk 30 csillit a csernyei határba, megnézzük a pincét. Elindult a szallag a lejtaknába, leviszi a bányászt a földgyomrába. Sápadt már az arca a szegénynek, a bányászról szóljon ez az ének. Főaknász úr, én csak arra kérem, emelje meg már a fizetésem. Van nekem egy csinos feleségem, azért nem elég a fizetésem. Este tízkor végződik a sikta, a bányásznak szárad már a torka. De jól esik néki a borocska, utána pedig a jó vacsora. A jó Istent én csak arra kérem, az Uramat őrizze a mélyben, tartsa távol tőle a sok veszét, mindig így búcsúzom jó szerencsét. Tartsa távol tőle a sok veszét, mindig így búcsúzom jó szerencsét. Még nem jelzenénk, most a humoros szösszenetet hallgassuk meg a humorjelzenőnyét. Ide jöhetek? El szeretnék nektek mondani egy vicces történetet arról, hogy mi volt a foglalkozásom, mielőtt nyugdíjba mentek. Modern asszony vagyok, sok hibával teli. A foglalkozásom az nem háztartásbeli. Főzni én nem tudok, a mosáshoz nem értek, a házi munkához egy csökkerpet sem érzek. Viszont az büszkén bemerem vallani, sok mindent nem tudok, de van ám valami, amihez én oly pompásan értek, mint kevés asszony ezen a vidéken.
Tudom én az bármiféle pózban, közepes, gyors és lassú tempóban. Tudom holdat, fekve, bedőlve vagy háton, mindig úgy csinálom, ahogy jónak látom. Tudásom egy téren, szinte tökéletes, és hogy hasonlni is tudom, az csak természetes. Jó korán elkezdtem gyakorolni ezt én, tanítom volt egy fiatal legény. Fiatal volt, mégis jól megtanított ő, bár én se voltam annyira tudatlan nő. Bevallom, nekem is borsodott a hátam, mikor a fiúval először próbáltam. Azt hittem, leszakad az én is. Lihegtem, szúszogtam, de csináltam mégis. Később már rájöttem, mi ennek a titka, s feltárult előttem mindennek a nyitja. Aztán már olyan rutint szerezhettem, hogy tudásommal pénzt is kereshettem. Csináltam én reggel, jókorán felkelve. Akkor van ám az embernek rá kedve. És este felé is vidáman műveltem, még bele nem szédültem. Legúrt rólam a ruha, mint fazékról az ománc. A testem olyan volt, mint a fénylő topáz. Van, aki gumisapkát húz fejére, de hát ez a gyönyört csökkenti felére. Ez az én gyengém, ezt el kéne hallgatnom. Én a nedvességet érezni akarom. De hát mit nevettek, nem kell ezt megszólni, és nem is kell mindjárt a rosszra gondolni. Nincsen abba semmi, amit elmeséltem. Ha hiszitek, ha nem, az úszásról beszélt. Thank you.
Tisztelt polgármester úr, tisztelt jegyző úr, kedves nyugdíjas társaim! Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket az Életet az Éveknek Országos Szövetsége, a Kulturális Bizottság és természetesen nem utolsó sorban a maga nevében is. Nagyon örülök, hogy itt lehetek közöttetek. Nekem ez a terület egy kicsit, nem azt mondom, hogy távol van, de nekem távol van, Rédfehér az sokkal közelebb van hozzám, hiszen onnan jövök. Nagyon örülök, hogy ez a nyugdíjasok baráti regionális találkozója így létrejött, Enikő ezt így összehozta, mert ennyi kihagyás után ez a két év, ami mögöttünk van, az mindenkit megviselt, és úgy gondolom, hogy mindenkinek jó esik egy kicsit kimozdulni, találkozni a régi kedves ismerősökkel. És miért is fontos az, hogy együtt legyünk? Hát azért, mert még mindig aktívak vagyunk, és olyan nagy öröm volt látni nekem, de gondolom, hogy valamennyiőtöknek ezt a találkozást, hogy milyen nagy jelentőséggel bír egy mosoly, egy ölelés, egy készfogás, kifejezi az egymás iránti szeretetünket, a tiszteletünket, ami úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos és nagyon szép dolog. Én kívánom, hogy ez a jó érzés töltse el szívünket még nagyon sokáig. Kérjük a Jóisten, adjon valamennyiünknek még hosszú, boldog éveket, jó egészséget, családi békességet. És nekem igaz, hogy nem ballagók vagyunk, mert a ballagoknak, meg a végzősöknek szokták ezt a idézetet fölemlegetni, de nekem most is Hemingway jutott eszembe, amikor hozzátok jöttem, és ezt tudom ajánlani valamennyiünknek. Emberi törvény kibírni mindent, menni mindig tovább, még akkor is, ha nem élnek már benned remények és tudák. Hát így éljük, ezt kívánom a következő időket, és nagyon köszönöm, hogy itt lehetek közöttetek, és hogy meghívhatok. Köszönöm szépen! Milyen az a nő, aki szíve még mint a nyász? Kukorica szám, hely oda talál, ahol ők mozsát is a ház. Azt mellett lakik akadik, ahol akadik áll. Lak mellett döcög akadik, amin az akadik jár. Sírnak mind a kicsi vivák, hogyha látják a faluba, a taligát papuva mellett lakik a patika, ahol lak a patika áll. Sírnak mind a kicsi vidák, a faluba, a taligát papuva mellett lakik a patika, ahol lak a patika áll. Ahol lakik a katika patika mellett, lakik a katika, ahol a patika áll. Csak, hogy ki vagyok én, ez szürke névtelen, mondhatnám nulla álma pettem, sajnos végtelen. Elhen van a fű, a két lábam alatt, s fenn a fát azt dalolják az összes madarak. Kettem, Péter öcsém, te kis ügyek vagyok, a szerencse maradt, üdéskor sem fogod, kinek a jó keze van, így sose hal, él, mint a parkon a hal. Nagyos szekerén, te nem vagy szekeres, meg vagyod írva, hogy pénzt, ha te sose keres, legyen az összeje szív, adna veres, nőt soha meg ne szeres.
kezemben a víz. A kártyába bevágunk, mert ez belőle tíz. Állások a lövő, az a néve hull. Ha én bevágok, tíz közé, lesz belőle null. Te Péter öcsém, te kis ügyes fogyod, ki a szerencse malac, ülét sose fogod, kinek a jó keze bal, jó sose hal, él, mint a parton a hal. Nagy gyors szekerén, te nem vagy szekeres, meg vagyod írva, hogy félsz, azt te sose keres, legyen az kezd, legyen szín, barna veres, nő soha megint leszeres. Te nem vagy te keres, meg vagyok írva, hogy pénz, ha te sose keres. Legyen az esenye szín, barna veres, főtse, ha meg se szeres. Főtse, ha meg se szeres. Hallod, de Rozi, de Rozi, de Rozika, te! Gyerünk a mozi, a mozi, a moziba be! Hallod, de Rozika, te! Gyerünk a moziba be! Tudok egy olyan mozit, hogy valami tudom. Azt sem vagy ugye Rozi, messze van valam mozi, de ez a legjobb mozi, tudja neked tudom. Nincs ahogy hangos film, csak zongora, és szól a vissza szólja, és csókolózik minden ember fia. Hallod-e Rozika, gyerünk a moziba, tudok itt olyan mozit, hogy valamit. Fenn a csöpjék és moziba minden fáj, hogy csinos, sötét, egy kicsit ez rúg. Nem csodálom, ha egy férfi színe hölgyét csak így kéri, és a fülébe súg, azt mondja, hogy hallod-e Rozika, gyerünk a moziba, tudok egy olyan mozit, hogy valami tudom. Ha se vagy ugye Rozi, messze van hazamon, de ez a legjobb mozit, tudja egész tudom. Nincsen ott hangos, mint csak zangora, iszol a tisztak szólja, és zsorgózik minden ember fia. Hallod-e Rozika, megyünk a moziba, tudok egy olyan mozit, hogy valami tudom. Hogy valami csuda! Köszönöm szépen! Énekeljenek vele nyugodtan, jó? Hétre ma várom a nemzetinél, ott ahol a hatos megáll. Szemben az emke cigán a zenél, ha nem jön el szívem, de fáj. De ott lesz ugyebár, lesen majd jön-e már, hiszen egy icike, icike mozibár. Épp ezért hétnek a várok a nemzetinél, ott ahol a hatos megáll. Mindig a nemzeti előtt várom az édes kicsinőt, a hirdetési oszlopot egészen kiolvasom, mint várom, a nő halkan odaposom. Gyalog jön majd villamosom, a lovagjához odalép, egy randevú, de csoda szép. Hétre ma várom a nemzetinél, ott ahol a hatos megáll. Szemben az emke cigány a zenél, ha nem jön el szívem, ne fáj. De ott lesz ugyebár, de sem jön-e már, hiszen egy kicsike, picike mozibár. Épp ezért hívtem a várok a nemzetinél, ott ahol a hatos megáll. Én a horvát kertben tudám, szóval este fél nyolc után. Kiszól a színkörből a zene, nagyok az édes két szép szeme. Én a horvát kertben tudám, szóval este fél nyolc után.
fél nyolc után, mikor az első csillag kigyúl, kicsike padám hozzám simul. Ott, ahol most a hinta száll, téli nélek a szóra áll, volt egy nagyben üreg faház, körülött egy kis kocsfa száz. Fejbe szállt a könnyű ital, innen indult a nyári bal. Volt egy leány, falul jöttem ide, és százan suttogták ezt a fülibe. A horvát kertben tudnám, szóval este fél nyolc után, szóval a színkörből a zene, az édes két szép zene. Ezen a horvát kertben tudnám, szóval este fél nyolc után, mikor az első csillag kigyúl, kicsike babám hozzám sül. Jön ki ó Budára, jó túrós csuszára, a kert helységbe strandi szól, és ott lehet csak inni jó. Az asztaltak a harva, s rajta jók a darva, és már az első csók után mindjárt legyen jó. Jó szórakozást kívánok mindenkinek, jó egészséget, és találkozunk legközelebb ugyanitt. Én azt javaslom, hogy most egyet táncoljunk, és ha mindenkinek jó, akkor 5 óra kotomból a sorsolás. Jó lesz a bakon csernyeknek, és ha nem jó, akkor gyertek, táncoljunk, és utána tombolunk. Gyere haza,
ó, ha tudnád, édes Mariskám, hogy mennyire szeretlek. Te menj el haza nyugodtan, te mindjárt utánad megyek, te visszafordul az ajtóból, s így oldítja el magát. Ne Jóska, rögtön gyere haza, mert kihűl otthon a vacsora. Ha nem jössz haza, meglátod, meglátsz Jóska, megbánod, mert Jóska, te rögtön gyere haza, mert kihűl otthon a vacsora. Ha nem jössz haza, meglátod, meglátsz Jóska. Kinn a buhók a szél, hallgatom, hogy miről mesél. Elfeledtél már, hogy nem, te szeretsz-e úgy, mint én. De mikor kinyílt a sok virág, együtt szívjuk az illatát. Nem ébredsz már itt velem, mert üres lett az életem. Csukolni érnek velem, úgy fáj most is a szívem, ha leáll emlékezem. Üzenem néked a széllel, hogy várlak még minden éjjel. Esküszöm, mindent megteszem, hogy élhessek újra vele. A dal és a szó, újra együtt volna jó. A szél is, hogy búsan való, álmomban veled vagyok. Nem tudom, hogy ki volt hibás, hogy nélkül kellett a boldogság. Nem ébredsz már itt velem, mert üres lett az életem. Látsz út meg az nekem, hogy kint csókot miért nincs velem. Mert úgy fáj most is a szívem, ha reál emlékezem. Üzenem néked a szélem, hogy várom még minden éjjel. Esküszöm minden megkezdem, hogy élvessek újra vele. Hogy élvessek újra vele. Itt van, akkor bakon csernyé. Következő.
Következő ajándékot vegyük ki. Aki nyer, akkor következő rózsaszín 62-es, de egy napocska van a tetején, fölé. Emel föl, és akkor úgy hozzá. Rózsaszín 62-es. 62-es rózsaszín és egy napocska van. Ott van a csetélyen. Kérem, ne. Nem. Jó, menjünk tovább. Ez érdekes lesz, mert 96-os, de így is 96-os. Igen. Rombusz, tehát kék, rombuszos, kockás. Hát, tényleg 96-os. Azt legyen. Ez kék, sima kék, szürke. Igen, odaadom. Ja, akkor odaadom, aki kiviszi az ajándékot, vigye. Kék 22-es, sima háttérrel. Kék 22-es, csókakő. Vegyed el az ajándékot. Marika, megemeltem. Ez egy zöld háttérrel, zöld mintás, 90-es. Marika, vigye. 90-es, zöld. Ott van. Ha azaz megnézzük, hogy vegyél el egy ajándékot. Na, azaz? Menjél oda, meg ott van? Meg volt a párja? Meg volt a párja? Meg volt? Zöld színű, 90-es, és itt a pálya, másik volt, nagyon sok egyforma van. Ez egy sárga mintás háttérre, 68-as. Ibolya. Tedd le ide, kiédet, nézd. Még egyszer a számot nézzük, sárga háttérre, sárga apró mintára, hogy ilyen mintás, 68-as. Bakony csernye, egy legfájtó. Van egy mintás, 68-as. Közben akkor ugyanilyen 99-es, sárga háttér, sárga mintás. 90. Jó, keverjük. Oda is mehetsz, hogy húzzon. Na, keressük a 99-es, a sárga háttérre mennyibe közéljük, és akkor mutasd. Igen. Az Ibolyája, ez hazajött a... Itt a 99-es Erzsi. Tegyük vissza, jó? Hát, ha majd előkerül mégis, tegyük vissza. Bocsánat. Maradjál itt, akkor kék 58-as, ilyen romboszos kék 58-as csetélynél van. Vigyél egy ajándékot, menjél. Kék 58-as, következő. Ez zöld háttérre, zöld rombuszos háttérre, 57-es, zöld rombuszos háttérre, 57-es, kockás, itt van a csatén, jó? Ez is zöld.
zöld háttér, zöld mintás, 86-os. Ez is 57-es, kék rombuszos 57-es. 57-es. Megvan? Itt van Cseté. Hozzatok, vegyél el ajándékot, ez megvan, akkor tegyed le. A következő ugyanúgy 10-es, tehát kék rombuszos kockás háttérre. 10-es. Tízes, tízes. Húzzá, vegyél és húzzá, vegyél és húzzá. Nincs tízes. Tízes. Kék rombuszos vagy kockás háttérre. Tízes, ott van csak. A következő zöld 93-as. Zöld ilyen kocka mintás. Az is lesz majd, de zöld kockás 93-as. A következő. Tiszta sárga háttérrel 62-es. Ott van leghátul cserenyek, vegyél el egy ajándékot. Vagy igen. Na, ilyen szín nem volt még. 54-es, mégpedig kocka van fölül, kék színű a háttér, és kocka megvan. Vegyél el ajándékot. Következő rózsaszín. Sima háttérre, tehát nincs mintája. 11-es rózsaszín, 11-es. Vegyél el ajándékot, hogy gyere elékes meg. Következő húze. De ne nézz el. Zöld rombuszos 42-es. Indulják. A következő. Zöld mintás 71-es. Keressük a gazdáját a zöld 42-esnek ilyen mintás. Ez a zöld, ez kedvenc, 45-ös mintás háttérrel, 45-ös. Ott van a bakancsernye. Na, elfogtak a lányaink. Na, még nincsen meg a gazdája a 71-esnek ilyen mintás háttérhez. Zöld, zöld mintás, 71-es. Visszatesszük, jó? Sárga, 70-es, nincsen mintája, sima. Megvan. A következő hozzá. Kék mintás, 53-as. Következő, egyszínű kékes szürke, és milyen? 83-as, nincs mintája, 8, kékes szürke, itt van, megvan. Gyere eljön. Kék 59-es és mintás, kék 59-es. Következő, húzzad ki, ne nézzél rá. Tiszta zöld, 88-as és halacska van. Kicsi mintás.
Bani, gyere, légy szíves, segítség. 77-es kék trombuszos, jó? 77-es kék, ott van hátul. Ne nézzed el. Mondjad, és mondjad. 87-es ugyanolyan kék trombuszos. Kék trombuszos, vegyél a ajándékot. 77-es. Sárga. 77-es kék. A 87-es kék rombuszos. Amíg meg lesz sárga 54-es, sima sárga, vigyázz, és akkor passzod vissza. Következő zöld rombusz mintás 72-es. Zöld rombusz mintás 72-es. Ott hátul nézd. Aztán a következő palacskás, zöld, 99-es. Palacskás, zöld, 99-es. Gyere, 34-es, zöld, rombuszos, a hátul szemben. Következő. 1 színű, szürkés, kékes, 80-as. 80-as. A 34-es. Ez itt van. A 80-as? 34-es. A 80-as. Nem tudom a 34-es. Kinél volt a 34-es? Kivitte? Ott van? De ez, ennek megvan a párja, zöld mintás volt a 34-es. Menjél, mutasd meg. Menjél ide, mutasd meg, hogy a 34-es. Hogy melyik volt. Tehát akinek volt a... Következő. Sárga, egy színű, 79-es. Megvan. A következő. Kék színű. Kocka van fölül, és 91-es. Ott van az olyéknek. Gyertek elé, itt vannak az ajándékok, gyertek elé. Gyertek elrébb, jó? Egy színű, kékes, szürkés, 11-es. Tessék, neked mennyi? Pani, menjél el egy ajándékot, húzzál egyet. 11. Menjél oda, aztán összepárosítják. Sárga színű, 43-as. Sárga egy színű, 43-as. Húztál. Zöld. Mintás a hátulja, és 53-as. 53-as. Ott van lekárt a bakoncsánya. Egy színű kék, 81-es. Szürkés kék, egy színű. 81-es. Itt van a következő. Elvetted az egyik? 33-as, egy színű, kékes, szürke, kék. 33-as. A következő sárga. Sárga, tiszta sárga, 92-es. A következő kék, kockás, rombuszos, 89-es. Gyere, Mari, követ. Még egyszer Veronkáé? Nem a Veronkáé. A következő kékes szürke, 96-os, akárhogy fordítom.
96-os. Egy színű, nincs háttér, Miklósnak. Következő. Mindjárt összepárosítják, jó, hogy az olyan. Hatos, ilyen kék rombuszos háttérre. Csak a kör? Nem. 16-os. Következő. Sárga, 49-es. Tiszta sárga, 49-es. Itt van. Marika, gyere vette. Jó, mindjárt már jövök. Következő rózsaszín. Napocska van a tetején, és 93-as. Megvan, ugye? Nem lett meg a gazdája a 89-es kék rombuszosnak. Tegyük félre, húzzál másikat, mert szerintem az előbb is van. Ez zöld mintás háttérre, 76-os. Zöld mintás háttérre, 76-os, ott leghátul van. Kék, rombuszos, hatos, rombusz, kék, rombusz, kockás, kinek hogy tetszik, indulja. És akkor az utolsó, kihúzta, kék színű, 93-as, egyszínű 93-as. Köszönöm szépen, és akkor érezzük jó magunkat, táncoljunk, együtt ígyunk, énekeljünk, jó? Jó szórakozást! Csináljuk egy bulit, egy jó nagyot, a bulit a karajot, táncoljuk a csajot, mullat az egész világ. Hozzuk meg kicsit a hangulatot, mert csináljuk egy bulit, egy jó nagyot, a bulit a karajot, táncoljuk a csajot, mullat az egész világ.
Egy jó nagyot, megúrsz nap a rajot, táncoljatok csajok, múlott az egész világ.